világ madártávlatból. Amerikai Egyesült Államok, Wyoming. Lost Cabin-től az ördögtoronyig. Utazásunk Lost Cabin elszigetelt határmenti városában kezdődik. Majd észak felé tartunk, Medicine Lodge-hoz, Wyoming egyik legfontosabb régészeti lelőhelyéhez, ahol felfedezzük az indiánok által több ezer éve alkotott, sziklákba vésett műalkotásokat. Kelet felé folytatva utunkat, megállunk Sheridan híres fogadójánál, amely egykor a vadnyugati legenda Buffalo Bill főhadiszállása volt. Majd délfelé kanyarodva megérkezünk Buffalo-ba, meg annyi híres vadnyugati történet színhelyére. Ismét kelet felé repülünk tovább, ahol felfedezünk egy történelmi indián vadászhelyet, a War Buffalo Jumpot. Majd a lenyűgöző és drámai hatást keltő ördögtoronynál fejezzük be túránkat, amely az őslakosok szent helye és az Egyesült Államok első nemzeti műemléke. Közép-Nyugat-Amerikában, Wyoming államban található Lost Cabin városa, amelynek a szívében áll egy The Big Tipi-nek nevezett ház. Az 1901-ben épült villa egy helyi üzletember John B. Oki otthona volt. Oki egyszerű cowboyként kezdte pályafutását, de úgy döntött, hogy nem követi a csordát, és tehenek helyett birkákkal kezdett foglalkozni. Bár a birkatenyésztés nem olyan romantikus, mindenképpen sokkal jövedelmezőbb volt. Oki akkora vagyonra tett szert, amiből megépíthette ezt a házat, amely a maga idejében a 16 szobájával, 3 verandájával és egy 8-szögletű toronnyal a sarkában a luxus csúcsának számított. Ma a kúria a ConocoPhillips olaj- és gázipari vállalat tulajdonában áll, amely a környékbeli Lifestyle földgáztelepet is működteti. A Los kutakkal végből szivattyúzza ki a földgázt. Amikor a gázt felszínre hozzák, széndioksziddal és olyan mérgező kémiai anyagokkal keveredik, mint a hidrogénszulfid. Hogy ezeket eltávolítsák, az ehhez hasonló kénytelenítő üzemekbe kerül, mielőtt metánként bevezetnék az otthonokba. Alaszka után Wyoming rendelkezik a legkisebb népsűrűséggel az összes amerikai állam között. A hatalmas kiterjedésű beépítetlen területeket több mint 12 ezer kilométernyi ehhez hasonló földút szelik keresztbe kasul. A Norwood út átszeli a kietlen Washakie megyét, és elmegy egy hagyományos marhatenyésztő farm a Lone Tree Ranch mellett. Wyoming Texas mellett a cowboyok államaként ismert. Az 1860-as években a farmerek rájöttek, hogy a hatalmas kiterjedésű közterületnek minősülő pusztákon ingyen tudják legeltetni az állataikat. Rengetegen utaztak Wyomingba szerencsét próbálni. Ami 1892-ben a régi nyugat egyik legnagyobb összecsapásához, a Johnson megyei háborúhoz vezetett. A sikeres szarvasmarhabárok azzal vádolták az újonnan érkező telepeseket, hogy ellopják az állataikat, így felbéreltek egy bandát, hogy megöljék őket. Válaszul a telepesek egy 200 fős felfegyverzett csapatba tömörültek, hogy megvédjék magukat. Egy halálos kimenetelű lövöldözés után egyesült állítsa a békét. Hogy helyreállítsa a békét. A történet a vadnyugatról szóló novellák, filmek és tévéműsorok egyik kedvenc témája. A Bighorn hegység lábánál áll Ten Sleep városa.
A legenda szerint a város neve az indiánoktól származik, akik néha úgy mérték a távolságokat, hogy hányszor kellett aludniuk, amíg gyalog odaértek valahová. Tenszlép mai lakóinak nagy része a 19. századi szarvasmarhatartók leszármazottai. Örökségük a július 4-i fesztiváljáról híres Tenszlép Rodeóban él tovább. A város a hegymászók kedvence, akik innen indulva fedezik fel a környék lenyűgöző tájait. Tenszléptől északra található ez a figyelemre méltó szikla alakzat. Az üledékes kőzetből, homokkőből álló földrajzi struktúra egy antiklinális része. A földkéreg rétegeinek felboltozódásával alakult ki, amely később erodálódott, így alakultak ki ezek a hegyoldalak. Azon kívül, hogy ideális terepet biztosítanak a mászáshoz, az antiklinálisokat tökéletes helynek tartják gáz- és olajkutak fúrásához is. A 19. század óta sokszor vettek itt mintát, és óriási mennyiségű szén- és gáztartalékokat találtak. Tenszlép környéke rendkívül gazdag fosszíliákban. Sőt, még dinoszauruszok maradványait is. Észak-Wyomingban, a Bighorn-hegység nyugati oldalán találjuk az állam egyik legfontosabb régészeti lelőhelyét, a Medicine Lodge állami parkot. Mély kanyonok és zöld völgyek nyílnak drámai meredek lejtőkre, azonban a park leginkább az indiánok művészi sziklafaragásairól híres. A területet telepesek foglalták el több mint 100 évvel ezelőtt, akik ugyan látták ezeket a faragványokat, de figyelmen kívül hagyták őket. Gazdag régészeti értéküket csak később, 1969-ben fedezték fel. A környéken petroglifákat, vagyis sziklába vésett ábrázolásokat és piktogramokat, természetes festékkel és állati vérrel színezett ábrákat is találtak. Az egyik sziklán látható műalkotás több mint 200 méter magas, és emberi arcokat, állatokat és absztrakt szimbólumokat ábrázol. A helyszínen végzett ásatások során feltárt bizonyítékok arra utalnak, hogy már több mint 10 000 évvel ezelőtt is éltek itt emberek. Ennek az alacsony, száraz kanyonnak a végén található egy vörös színű meredek lejtő. Wyoming közismert a vörös szikláiról. A szén a vasoxid, vagy más néven rozsda természetes jelenlétének köszönhető a földben. Ezek a sziklaszirtek az amerikai nyugat jelképeinek, és a cowboyokról és indiánokról szóló történetek kedvenc helyszíneinek számít. Folytatva utunkat, elmegyünk Gray Bull városa mellett, mielőtt elérnénk a South Bighorn County repülőteret, ahol leszállunk tankolni. Itt található a repülési és légi tűzoltási múzeum is, ahol megnézhetünk néhány olyan második világháborús bombázót és szállító repülőgépet, amelyekből már csak néhány darab maradt. Egy helyi cég, a Hawkins & Powers sokat átalakított közülük tűzoltási feladatok ellátására a Wyoming közeli erdőkben. A múzeum jelenleg adományokat gyűjt, hogy megnyithasson egy állandó épületet, ahol a kiállítás egész évben megtekinthető lenne. Kelet felé találjuk a Shell kanyont, és a mellette kanyargó 14-es autóutat, Wyoming állam egyik legfestőibb útvonalát. A Shell kanyon az itt felfedezett kagyló fosszíliákról kapta a nevét.
A kanyon nagyjából 1 millió évvel ezelőtt alakult ki, amikor a rétegek elmozdulása ketté törte a fekükőzetet, kialakítva egy természetes csatornát a víz számára, ahol az évek során a folyó még jobban kiválta a medrét. A kanyon falain 2,5 milliárd év geológiai történelme tárja fel magát, felfedve a gránit fekükőzetet a föld megolvadt magja fölött. Nem nehéz megérteni, hogy miért örvend ilyen nagy népszerűségnek a 14-es autóút. Az autósok több pihenőhelyen is megállhatnak, hogy megcsodálják a lenyűgöző panorámát. Az egyik legnépszerűbb megálló a Shell kanyon vízesés. Ez a legnagyobb vízesés Wyomingban. A Shell patak itt több mint 36 métert zuhan lefelé a meredek gránit sziklákon. Észak-kelet felé folytatva utunkat megérkezünk a Bighorn Nemzeti Erdőbe. Ezt a területet 1897-ben nyilvánították rezervátummá, így ezek... főként fenyőfákból áll, és több mint 4,5 ezer négyzetkilométeren terül el. Számos vadon élő állatnak ad otthont, köztük a vapitinek, jávorszarvasoknak és fekete medvéknek. Az erdő keleti széle egy magasan fekvő meredek lejtő, amely a Sheridan megyében található síkságra néz. A megye legnagyobb települése Sheridan. A várost Philip Sheridan tábornokról nevezték el, aki az unionisták egyik vezetője volt az amerikai polgárháborúban. Amikor a vasút 1892-ben megérkezett, a település rohamos fejlődésnek indult. Helyi farmerek, bányászok és kereskedők megragadták a lehetőséget, hogy vasúton szállíthatják áruikat, és a következő 20 év alatt a város az 5-szörösére növekedett. Akkoriban Sheridan társadalmi életének központja a fő utca volt a bárjaival, bordélyházaival és biliárdszalonjaival, és persze a legfontosabb intézményével, a Sheridan fogadóval. Az 1893-ban megnyílt fogadó állítólag a legjobb szálloda volt Chicago és San Francisco között. Később William F. Cody, ismertebb nevén Buffalo Bill is itt rendezte be főhadiszállását. Buffalo Bill a Sheridan széles tornácán tartotta a meghallgatásokat a cirkuszi sójához. A vadnyugat sok legendás alakja megszállt a hotelben. A Sheridan fogadó azóta számos amerikai legendát látott vendégül, köztük elnököket, hírességeket és neves írókat. A közelben található a Trailend. A lengyúrját John B. Kendrick marhatenyésztő építette, aki cowboyból lett cégtulajdonos, majd később Wyoming kormányzója. Kendrick az 1913-ban épített Trailend legapróbb részleteit is gondosan megtervezte. Az építőanyagokat vasúttal hozták ide, költséget nem kímélve. Az alapok Montanából, a téglák Kansasből, a festett üvegablakok pedig New Yorkból érkeztek. A házban még porszívó is volt. Egy szivattyú az alaksorban, amelynek a szívócsöve a ház mindhárom emeletére felért. 1970-ben Trailendet felvették a Nemzeti Történelmi Helyek nyilvántartásába, és ma nyitva áll a látogatók előtt. Délfelé haladva egy figyelemre méltó hely fölött repülünk el. Ez a Bighorn Lovas Póló Klub. A lovaspólót már több mint 100 éve játsszák Wyomingban. A 19. században sok brit arisztokrata érkezett az államba, hogy szerencsét próbáljon. Közéjük tartozott Oliver Wallop, egy gróf 5. fia is, aki szarvasmarhákat, majd lovakat tenyésztett, és a brit hadsereg lovasságát is ellátta a búr háború alatt. A lovaspóló ma is fontos részét képezi Bighorn sport életének. A nyáron ide látogató turisták egy héten 2 meccset is megnézhetnek.
Délfelé haladva, Natrona megyében találjuk a Phil Kearney erőd helyét. Az erődöt 1866-ban építették, hogy megvédjék a Bozeman ösvényt az indiánok támadásaitól. Az ösvényen rengeteg telepes érkezett a keleti partról Montanába az aranyláz miatt. Az ideknek. Úgy hívták a Kearney erődöt, hogy a gyűrség Little Piney-nál. Itt történt, hogy Fetterman kapitányt, egy rátarti polgárháborús hőst az indiánok csapdába csaltak, és a több mint 80 katonából álló teljes csapatát lemészárolták. A rajtaütés hatalmas siker volt az őslakosok számára, és nem csak a közvéleményt változtatta meg, hanem békeszerződéshez is vezetett. Délfelé folytatva utunkat, észrevesszük, hogy füst száll fel egy kisebb tűzből a Bighorn nemzeti erdőben. Évente többször is kigyullad az erdő, és sokan úgy gondolják, hogy ezt villámcsapások okozzák. Azonban az erdőtüzek 90%-a valójában emberi tevékenység következménye. A leggyakoribb okok között a felügyelet nélkül hagyott tábortűz, az avarégetés, eldobott cigaretták, és természetesen a szándékos gyújtogatás szerepel. A villámcsapások az erdőtüzek mindössze 10%-áért felelősek. Bighorn területén több tűzoltóság is működik. Azonban az erdő hatalmas méretei miatt a tüzeket általában csak figyelik és hagyják kialudni, ha csak nem fenyegetnek emberéletet vagy valakinek a birtokát. Megérkezünk Buffalo városába. A felszínen Buffalo egy tipikus modern amerikai városnak tűnik. Lakói közül sokan a mezőgazdaságban, az energiaiparban és a turizmusban dolgoznak. Azonban Buffalo múltja a legtöbb vadnyugati történetben felbukkan. Különösen igaz ez az Occidental Hotelre. Az 1880-ban alapított szálloda a cowboyok kedvence volt. Butch Cassidy és Sundance Kid gyakran ide lovagoltak a Hole in the Wall nevű rejtekhelyükről. És Calamity Jane, aki a Bozeman ösvényen utazott, szintén rendszeresen megfordult itt. A hotel előtti utcáról úgy tartják, hogy ez volt az első tűzharc helyszíne a vadnyugati irodalomban a Virginiai férfi című regényben. Az épület az évek során egyre romosabb állapotba került, és valószínűleg tűnt, hogy le fogják bontani. Azonban 1997-ben megvásárolták, és a következő 10 év során felújították, helyreállítva a régi dicsőségét. Így ma újra meg lehet szállni az Occidentalban, ahol megihatunk egy pohár szasszafrászt a vadnyugati legendák szellemeinek társaságában. Kelet felé folytatjuk utunkat e száraz táj felett. Bár a felszín szénben és olajban is gazdag. Az elmúlt évtizedben a hidraulikus repesztés elterjedése ugrásszerű gazdasági növekedéshez vezetett Wyomingban. Azonban az állam ásványkincseit már régóta hasznosítják, például itt, a Wyodiak bányában. A hatalmas külszíni bányát 1923-ban nyitották meg. Úgy vélik, hogy ez a legrégebbi folyamatosan működő felszíni szénbánya az Egyesült Államokban. A bánya évente több mint 5 millió tonna szenet termel, és ha a kitermelés ebben az ütemben folytatódik, a tartalék a számítások szerint 50 évig kitart. A szén egy részét más vállalatokhoz szállítják, de a nagyját közvetlenül a közelben található Wyodiak erőműhöz viszik, amelyet 1978-ban helyeztek üzembe. Akkoriban ez volt a világ legnagyobb léghűtéses gőzerőműve. A szenet elképesztően hosszú vonatok szállítják ide. A szerelvények hossza a 2,5 kilométert is elérheti. A szenet egy több mint 20 emelet magas gőzkazánban égetik el.
Az így kapott gőzt egy turbinába vezetik, amelynek a lapátjai villamos energiát termelnek. Miután felhasználták, a gőzt lehűtik, hogy vízzé alakuljon. Majd újra a kazánba vezetik, hogy felforralva ismét gőzzé alakítsák. Az erőmű évente 2 millió tonna szenet éget el, és 335 megawatt villamos energiát termel, több mint 50 ezer otthont elárad. Utazásunk következő megállója a Keyhole víztározó, amelynek vizét öntözéshez, halászathoz, a vadvilág megőrzésére, illetve rekreációs, háztartási és ipari célokra használják. Bár Wyomingban található, a víztározó vízének nagy részét a szomszédos Dél-Dakota állam hasznosítja. Megérkezünk az amerikai síkság egyik legfontosabb régészeti lelőhelyéhez, a War Buffalo Jumphoz. Ez nem más, mint egy természetes víznyelő, amely a talaj erodálása miatt alakult ki. Az így keletkezett kráter nagyjából 20 méter mély és 60 méter széles. Az indián vadászok a gödör felé kergették a bölényeket, és amikor az állatok elérték a szélét, már nem tudtak megállni. Így a zuhanástól vagy rögtön meghaltak, vagy mozgásképtelenné váltak. A krátert legalább 5 indián törzs használta 300 éven át, egészen a 19. század elejéig. A gödröt az 1970-es években fedezték fel újra a 90-es államközi út építése során. A Wyomingi Egyetem munkatársai ásták ki, és a becslésük szerint 20 ezer bölény maradványait rejti. Végül a Fekete-hegység nyugati oldalán megérkezünk Wyoming egyik leghíresebb nevezetességéhez, az Ördögtoronyhoz. Ez a lélegzetelállító természeti nevezetesség 386 méter magas. 1906-ban Roosevelt elnök nemzeti természeti emlékké nyilvánította el Amerikát. A torony megszentelt helynek számít az indiánok számára, akik a medve barlangjának nevezik. A Lakota törzs szerint a torony akkor alakult ki, amikor két kislány az erdőben játszott és megtámadta őket egy hatalmas medve. Ők pedig egy szikla tetejére menekültek, de az túl alacsony volt, így letérdeltek és imádkozni kezdtek. A nagy szellem meghallotta az imáikat és megemelte a sziklát, hogy megmeneküljenek. Így jött létre az Ördögtorony. A valóságban a sziklak körüli puhább kőzet idővel teljesen elkopott, és még ma is erodálódik, azt a benyomást keltve, mintha a szikla mérete folyamatosan nőne. Az Ördögtorony egy látogatóközponttal is rendelkezik, amely évente 400 ezer érdeklődőt fogad, akik mindent megtudhatnak a legendákról, a hely földrajzáról és a fehér ember első dokumentált látogatásáról 1859-ben. Az Ördögtorony nevet Richard Dodge ezredes találta ki 16 évvel később, aki egy tudományos kutatócsoport tagjaként érkezett ide. Innentől kezdve évente nagyjából 4000 hegymászó szeretné megmászni a sziklát, amely a párhuzamos repedések miatt az egyik legjobb célnak számít a hagyományos mászás kedvelői számára Észak-Amerikában. Néhány útvonala viszonylag könnyű, míg a többi a világ legnehezebb hegymászó útvonalai közé tartozik. A torony onnan is híres, hogy fontos szerepet kapott Steven Spielberg 1977-ben készült Harmadik típusú találkozások című filmjének végkifejletében. A film megjelenése után a hegymászók és a látogatók száma ugrásszerűen megemelkedett. Ez a lenyűgöző természeti nevezetesség, amely az indián és a modern amerikai legendákban is szerepel. Tökéletes hely, ugye? Narrátor Roatis Andrea. Magyar szöveg Goda Szilárd. Szerkesztő Nevelős Zoltán. Munkatársak Csaba Tamás, Nagy Anna, Csorba Éva. A magyar változat az MTVA megbízásából a Szinton stúdióban készült 2019-ben. Stúdióvezető Csaba László.